Köszöntöm a hallgatókat, nézőket, ez az NMHH Podcast a digitális mindennapokért, én Kántor Endre vagyok. A digitális mindennapokért egyre fontosabb lesz, és azért is csináltunk ennek a podcastnek az első évadának egy külön kiadást. Az egész első évad a mesterséges intelligenciával foglalkozott, ennek a kérdéseit jártuk körbe. A trendeket, a szabályozást, hol alkalmazzák, miként alkalmazzák, mik a kockázatok. Ezeket meg lehet hallgatni, meg lehet nézni a YouTube-on és a Spotify-on, meg kell keresni az NMHH Podcastet. Azért csináltunk egy külön kiadást most az AI, vagyis mesterséges intelligencia témakörben, mert volt egy nagyon fontos nemzetközi szimpózium, ez pedig a Humans in Charge 2024 volt, amit az NMHH másodszor rendezett meg. Ezen a nemzetközi szimpóziumon rengeteg komoly nemzetközi előadó és hazai előadó osztotta meg szakmai tapasztalatát és nézeteit, és a legfontosabb kérdéskörök az etika és a szabályozás területén voltak. Természetesen a mesterséges intelligencia más aspektusaival is foglalkozott ez az október elejé rendezvény. Azért is fontos ugye a mesterséges intelligenciának a szabályozási és etikai kérdéseivel foglalkozni, mert hát szépen lassan belopózott a mindennapjainkba ez a technológia. Nem csak úgy, hogy elérhetőek a különböző generatív modellek, hanem úgy is, hogy gyakorlatilag, hogyha online csinálunk valamit, az ügyfélszolgálat az lehet, hogy mesterséges intelligencia, de akár az egészségügyben is használatos, segíti a döntéshozatalt, és ezáltal minden szinten rendkívül fontos és érzékeny adatokhoz is hozzáfér. Ezért tehát a felelős mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztése egy nagyon fontos dolog, és erre érdemes odafigyelni. Ezeket a nemzetközi tapasztalatokat megosztjuk majd ebben a beszélgetésben, de mindenképpen át szeretnénk beszélni mindazt, amiről szó volt a konferencián, és annak egy kis háttért adni, hogy ez a hétköznapi ember számára is érthető legyen, ami elhangzott. Éppen ezért hívtuk ide a stúdióba mai vendégeinket, Erdélyi Oliviát, a Bonni és a Canterbury Egyetem professzorát, aki nemzetközileg elismert mesterséges intelligencia etikai és szakpolitikai szakértő is tanár. Tanácsadó, illetve Erdélyi Gábort, a Canterbury Egyetem alkalmazott adattudományok programjának az igazgatóját, valamint Rajkó Lászlót, a SideRail Software Security igazgatóját, a SideRail csapata új módszereket kutat a szoftverek és AI rendszerek sebezhetőségeinek megelőzésére. Tehát megpróbáljuk körbejárni ezt a témát biztonság, transzparencia, etika szempontból. Hát egy eléggé könnyű témát választottunk, de fogjunk is akkor bele a kibontásához, és talán legyen a felütés az, amit már többször hallottam és elhangzott már mesterséges intelligenciával kapcsolatban, az a híres Stephen Hawking idézet, vagy inkább gondolat, hogy az AI, vagy a mesterséges intelligencia sikere az emberiség történelmének legnagyobb vívmánya is lehet, de hogyha nem védjük ki az ezzel együtt járó kockázatokat, akkor akár véget is vethet az emberiségnek. Tehát volt egy ilyen eléggé komoly megfogalmazása Hawkingnak, amit azért többen elkezdtek használni. Ezzel kapcsolatban mi a véleményetek? Én abszolút egyetértek. Előadásokon szoktam használni a Pókemberből egy hasonló idézetet, hogy nagy hatalommal nagy felelősség is jár. És ezt szoktam a diákoknak magyarázni, hogy az emberiségen múlik, hogy hogyan használjuk a technológiát. Sokszor hajlamosak vagyunk, ezt sok helyről lehet hallani, hogy próbáljuk a felelősséget arra tolni, hogy az AI így, vagy AI úgy esetleg veszélyes, vagy nem átlátható. Mindenféle problémák vannak vele, de valójában a legtöbb hiba, amit AI rendszerekkel megélünk, az emberi hibákra vezethető vissza. Ugye ez nem egy új probléma, tehát az atomenergiával ugyanígy jártunk annak idején, hogyha jó használjuk, akkor teljesen jó, mert van elérhető áramunk, ami viszonylag jól meg tudjuk csinálni, és nem okoz nagy problémát. Ha nem csináljuk jól, akkor lehetnek atombalesetek, és használjuk ugye fegyverként, atomfegyverként is. Tehát ez nem egy új problematika ebben a körben, hanem csak alkalmazzuk utána a mesterséges intelligenciára. Igen, én tulajdonképpen csak annyit tennék hozzá, hogy tartalmilag én sem mondanék mást, én egy dologra húznám fel a mondani valómat ebben, ez pedig az időpont. Tehát ezt a dobozt most kinyitottuk, az emberiség kinyitotta. Tehát, hogy mi jól csináljuk, vagy rosszul csináljuk,
ez most el fog dőlni. És egy dologra kell odafigyelni, ez pedig az, hogy a felelősséget akkor tudjuk gyakorolni, hogyha legalábbis abban, amit az intelligenciával próbálunk csinálni, a mesterséges intelligenciával, ami nem is biztos, hogy még olyan intelligens, hiszen mi tanítjuk emberek, hogy mi magunk is tanulunk vele egy időben. Ezt meg kell nekünk is tanulni, és a felelősség ott kezdődik, hogy felkészülünk rá. Azért fontos szerintem ez a kérdés, és amit mondtatok, mert felerősödött nagyon sok mindenkiben az a félelem, hogy, és talán ez Hollywoodnak is köszönhető, meg annak a hype-nak, meg bizonyos cégeknek, akik ezt erősítették. Tehát felerősödött az a félelem, hogy hát ez bizony elveszi a munkánkat, tönkreteszi az emberiséget, megöli a kreativitást. Ezekkel a kérdésekkel egyébként foglalkoztunk az első évadban, de azzal talán nem annyira, és ez nagyon fontos, éppen ezért az etika és a igazságosság, átláthatóság kérdése, hogy ez a humán faktor, ez fel fog erősödni. És amit mondtatok, ugye ez a klasszikus kalapács vagy revolver kérdéskör, hogy az is használható fegyverként, egy eszköz, de mégis ugye az ember áll mögötte. Hogy mit gondoltok, mennyire tud ez a rendszer tényleg az emberiség szolgálatában lenni, és nem ellene? Tehát mennyire tud igazságos lenni, mennyire tud átlátható lenni, hogyha ránk van bízva emberekre? Ugye a konferenciának ez a címe, hogy Humans in Charge, ugye angolul ez azt jelenti, hogy emberek kezébe van letéve a vezetés, vagy magyarra én mindig úgy fordítom, hogy ember van a nyerekben, nem biztos, hogy ez nekünk nagyon jó, tehát azért mi emberek bármit, amit adnak, el tudunk rontani. Tehát itt egyszerűen őszintének kell lenni magunkhoz. Tehát nem csak úgy nekiállni és megcsinálni a mesterséges intelligencia szép új világát, és ha működik, akkor majd utána a hülyeségeket kivédeni. Van az a kifejezés, hogy utógondolat, vagy eső után köpönyeg. Tehát itt a felelősség azzal jár együtt, ahogy most építjük a rendszereket, már kezdetben látni kell, előre kell nézni, és legalább sejteni a problémákat, és amiről tudunk, hogy jöhet, arra most kell felkészülni, nem pedig akkor, amikor a kanyarban befordul. Az volt az alcíme, vagy a mottója ennek a rendezvénynek, hogy indítsuk útjára a felelős AI-t, felelős AI-t, hogy itt alapvetően emberi felelősségről van szó, mert a szabályozást és a keretrendszert azt mi határozzuk meg. És ugye erről is beszélünk, hogy, és tényleg alá szeretném húzni ezt az átláthatóságot, igazságosságot. Ugye azt látjuk, hogy a szabályozásban e felé halad, legalábbis az Európai Unió mindenképpen nagy erővel, de azért valamilyen ilyen irányba szeretnék vinni a komoly, nagy cégeknek a vezetői is. Szilíciumvölgyből hallunk sok idézetet. Tehát azért ez az átláthatóság, igazságosság, ez a mindenki számára elérhetőség, hogy lehet ezt vajon megoldani? Mit gondoltok? Én csak az átláthatóságról mondanék talán egy mondatot, hogy hogyha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor egy olyan technológiáról beszélünk, ami egyre komplexebb, egyre komplikáltabb. Ha azt szeretném elérni, hogy minden átlátható legyen, minden legyen megmagyarázható, hogy ez működik, akkor elveszem az erejét a mesterséges intelligenciának. Vannak szituációk, amikor szeretném tudni, hogy miért úgy döntött a mesterséges intelligencia, ahogy döntött, például, hogyha egy hitelt szeretnék felvenni, és a mesterséges intelligencia azt mondja a banknál, hogy az ember nem hitelképes, ne adjunk neki hitelt, akkor szeretném tudni, hogy miért ez a döntés jött ki. De hogyha mondjuk beteg vagyok, vagy valami bajom van, és elmegyek az orvoshoz, és a gép megvizsgálja, és azt mondja, hogy figyelj, kezdődő rák, utána az orvos ránéz, és azt mondja, hogy hú, tényleg, ezt én nem vettem volna észre, akkor nem érdekel engem, hogy hogy csinálta ezt a rendszer, hogy csinálta ezt a mesterséges intelligencia, akkor nem látom azt a szükségletet annak, hogy mindenképp megmagyarázhatónak kellene lenni a mesterséges intelligenciának. Tehát itt megint különböző esetektől függ, hogy hol használom azt, hogy magyarázható legyen, hol legyen átlátható a mesterséges intelligencia, hol nem. Szabályozás szempontjából talán te tudnál jobban válaszolni. Van olyan helyzet is, ahol lehet, hogy az ember szeretné tudni, hogy egy döntés hogyan születik, de nem kéne neki. Például egy önvezető járműt vegyünk példának, ahol a jármű azt szerint fogja eldönteni, hogy kit üssön el, hogyha ez az egyik klasszikus probléma, hogyha két opciója van, mondjuk két biciklistáról van szó, akinek van a fején bukós isak, ő valószínűleg kevésbé fog szenvedni, hogyha elüték, tehát
ahhoz képest, akinek nincs a fején bukós isak, akkor üssük el azt, akinek a fején bukós isak van. Na most, hogyha ez kiderül, hogy ez a szabály van beleépítve ebbe a járműbe, akkor hirtelen mindenki el fog kezdeni lemondani a bukós isak viseléséről, mert hát ugye senki nem akar majd áldozat lenni. De ez egy jó példa arra illusztrálni, hogy nem mindig jó az, hogyha minden transzparens és átlátható. Lehet, hogy azért megy olyan nehezen a szabályozása az önvezető járműveknek. Ugye eljutottunk egy bizonyos szintig, és a fölé most így nehezen tudunk menni. Itt már valószínűleg a jogászoknak és az etikai dilemmák szabnak gátat ennek. Igen. És szabályozás szempontjából pedig a szabályozás egy érdekes dolog, mert hogyha minden jól megy, akkor az embereket nem érdekli, mert akkor ugye elvileg minden jó. Tehát mi akkor szabályozók, akkor kerülünk a lámpafénybe, hogyha valami nem sikerül. És a szabályozás az egy gyakorlatilag csak arról szól, hogy megpróbáljuk az embereket egyfajta viselkedésre rábírni, ami valamilyen oknál fogva a társadalomnak jó. És soha nem lesz tökéletes, meg lehet próbálni a legjobbat kihozni belőle, tökéleteset soha nem fogunk kapni, az emberek mindig fognak találni módokat, hogy hogyan kerüljék meg a szabályt, nem is feltétlenül azért, mert nem akarják követni a szabályt, hanem ez csak így az életrendje. Most van egy pár nagyon jó, bíztató szabály a horizonton, ami így Európában is, meg tehát nemzetközileg is látható. Az EU, vagy az Európai AI Act egy ilyen példa, és szabványosítás az európai szinten és a nemzetközi szinten is nagyon nagy munka folyik, és nagyon sok szabványt fejlesztenek ki mostanában. Ezek fognak abba segíteni, hogy az ilyen magasabb szintű, kevésbé részletezett törvények, mint az AI Act tényleg implementálhatóak lehetnek. És szerintem van remény arra, hogy ezt viszonylag jól sikerül megoldani, de hát ez azért még évek kérdése, mire ez az egész szabályozási szintér így kitisztázódik, kialakul, és addig még sok munka van, mert nem várhatunk addig, amíg ez megtörténik, hanem hát olyan gyorsan fejlődik ugye a technológia, hogy nem lehet ezen a szabályozáson annyit rugózni, mert gyakorlatilag most már kidobják egyre inkább az új modelleket, amik mindenki számára elérhetők, új kérdések merülnek fel, most már olyan deepfake videókat lehet készíteni mesterséges intelligenciával, amire tényleg nagyon nehéz megmondani, szakértők is nehezen mondják meg, hogy az mesterséges intelligencia vagy valóság. Szóval, hogy a szabályozásnak azért valamilyen szinten fel kellett venni a kesztyűt ezzel, és elébe menni. Tehát történt egy ugye az AI Act, amire hivatkoztál, ez augusztus 1-től lépett életbe, de nyilvánvalóan rengeteg részlete van ennek, amit még csiszolni kell. Így van, és az egyik pont az én szemszögemből, hogy általánosan mesterséges intelligenciára kellene szabályozást kitalálni, nem pedig LLM-ekre, mint például ChatGPT, és akkor utána jön valami új, amit még nem ismerünk, ami utána teljesen másként fog viselkedni, akkor arra megint kitalálunk valami új szabályozást. Szerintem általánosan egy átfogó szabályozást kellene új technológiára, mint például mesterséges intelligenciára kitalálni, és utána, hogyha nagyon muszáj, akkor a standardizációval, szabványosításra mindig lehet részletbe menni, és a különböző fajtákat még jobban, részletesebben szabályozni, és úgy tervezni, hogy annak mennie kell. Beszéljünk egy picit a védelemről, bocsánat. Csak annyi, hogy az AI-eknek alapvetően azért ez van a hátterében, tehát ők egy ilyen horizontális és átfogó technológia, neutrális módon próbálnak szabályozni, de hát, ja. De soha nem, semmi nem tökéletes, ahogy mondtam. Beszéljünk egy picit a védelem részéről, és ennek több aspektusa van. Van az, amivel Lászlóék foglalkoznak fókuszáltan, ugye, a kibervédelem, kiberbiztonság, és van az a védelem, ami alapvetően mondjuk ha ilyen nagy szavakat akarunk mondani, az emberiség védelme, tehát mondjuk a fogyasztóknak, az átlag állampolgároknak a védelme minden szempontból, tehát az adataik, az, hogy mi az, amit el lehet követni ellenük, velük, segítségükkel, adataikkal. Szóval, hogy több aspektusa van ennek, és nagyon-nagyon kiemelt szerepet kap ebben a mesterséges intelligencia, mert olyan módon tud adatokat manipulálni, és olyan módon, és annyi adathoz fér hozzá, és ezeket úgy tudja összekötni, amit eddig nem tapasztaltunk még. Eleve ugye a csalók mindig ott vannak mindenhol, meg a rossz akarók, úgyhogy sajnos ez is a humán faktor része. Hogyan lehet
szerintetek a lehető legjobban ellavírozni ebben a hát elég nagy viharos tengerben? Ugye, amikor a biztonságról beszélünk, akkor először is mentálisan át kell lépnünk néhány korlátot. Sajnos a gyönyörű anyanyelvünk, a magyar nyelv néha a technológiai dolgokra nem ad tökéletes magyarázatot. A biztonság kategóriáját, például angol nyelven, ami meghatározza a technológiát, két részletre osztják, egy két szóval írjuk le, ami mind a kettő magyarul biztonság, ez a security meg safety. Amit te itt most mondtál, az egy nagyon jó példája annak, hogy amire azt a úgynevezett most safety biztonságot fogok mondani, használjuk az azok a dolgok, amelyek megtörténhetnek, véletlenszerűen megtörténhet, arra készítsük fel a rendszert. Ez az a terület, amiben nagyon mélyen szakterületi gondolkodások vannak. Például az autóiparnak, az, hogy az autó hogyan közlekedjen, hogy mit minek minősítsen, nagyon komoly teszteken mennek át, szabványok vannak, előírások vannak, beszélünk az önvezető autókról. Aztán van a másik fele ennek a biztonságnak, amit most így dupla szóval security biztonságnak fogok mondani. Ez azt jelenti, hogy na ott van valaki kint, aki még ártani is akart nekünk. Ő szeretne idevágni, tehát ártó szándék elleni védelmet csinálunk, mert az, hogy egy fába villámcsap a fa, kidől a kocsi, lefékez, és hogy törik össze, vagy hogy nem, azt nem tudjuk irányítani. De hogyha valaki támadni akar bennünket, arra kell készülni. És ezen területen itt nagyon-nagyon fontos egy olyan mentalitás, hogy a biztonság nem egy olyan történet, amit majd utólag hozzáadunk a rendszerhez. Tehát amikor mesterséges intelligencia fejlesztéseket csinálunk, akkor kezdettől minden aspektusát, mind a két biztonsági kategóriának a tervezés oldaltól végig kell vinni. Nem pedig úgy, hogy csinálunk egy mesterséges intelligencia rendszert, és majd utána tisztába tesszük. Ugye nagyon fontos azt is látni, hogy nem egy a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ezek nagyon speciálisan betanított modellek. Picit azt mondanám, hogy persze vannak generalisták, őket hívhatjuk tudományos munkatársnak, meg vannak specialisták az önvezető autóra betanított rendszer, a képfelismerésre, ezen belül orvosi diagnosztikára betanított rendszerek, és mindent az adott kontextusában kell biztonságilag is megnézni, és arra készíteni, hogy mi mehet még rosszul is. Most nekünk embereknek egy nehézség van, hogy mi hajlandóak vagyunk a biztonsággal foglalkozni, ha nincs más lehetőségünk. Tehát a szabályzásnak itt van a szerepe, hogy mi emberek hajlandóak vagyunk a jó dolgot csinálni, feltéve, hogyha keretek köré vezetnek. Tehát ez itt nagyon-nagyon fontos, hogy el kell hozni a végrehajtásba a szabályokat is. Hát meg kell egy nagy adag edukáció, nem? Tehát ugye itt azért elég sok olyan dolog van, amit újra, nem újra, hanem amit meg kell tanulni. Meg kell tanulni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy mindig gondolkozunk azon, hogy mit csináljunk azzal a rengeteg idővel, amit majd a mesterséges intelligencia visszaad nekünk. Hát van, akinek jó hír, van, akinek rossz. Hát ezt az időt majd tanulásra kell fordítani. Nekünk is gyorsabban kell tanulni. Igen, gyorsabban és többet. Jó, ezt értem, ezt a biztonsági részét, és nagyon, és látszik azt, hogy nagyon nagy erőkkel dolgozunk ezen, szerencsére. A másik oldal az az etikai vagy igazságossági része, ami talán egy kicsit bonyolultabb. Ugye itt azért egy elég erősen profitorientált világban élünk, itt egy gazdasági környezet van, ahol komoly nagy cégek foglalkoznak azzal minden nap, hogy ezeket a rendszereket a saját szolgálatukba állítva rávegyék arra az embereket, hogy minél több figyelmüket adják oda, a szabadidejüket adják oda, a döntéseiket elemzik, és egy olyan adattest alakul ki róluk, ami kiválóan meg lehet mondani, hogy mikor van szükségem a WC-papírra, vagy új farmerre, vagy tudom én, egy wellness hétvégére, mert éppen látszik rajtam, hogy teljesen ki vagyok égve. De hogy azért, ha ez az ő kezükben van, akkor felmerül a kérdés, hogy ez mennyire
mennyire igazságos, mennyire etikus erre használni? Mit gondoltok? Etikus. Ez egy érdekes dolog, amikor az ember beszél cégekkel, mint konzulens például. Hogyha azt a szót használod, hogy szabályozás vagy etika, akkor általában a vezetőség nem nagyon figyel. Mert hát ez ugye, vagy hagyjál békén velem, mert nem akarok vele foglalkozni, vagy etika, ez nem az, amivel ez se érdekel. De hogyha arra kezd az ember rávilágítani, hogy nem csak azért kell ezt csinálnod, mert a jó szíved miatt, hanem azért, mert az emberek bizalmát szeretnéd. Ugye azt szeretnék, hogyha csinálsz egy valamilyen terméket, akkor azt el tud adni. Ehhez az kell, hogy az emberek megbízzanak abban, hogy ez a termék jó lesz nekik. És emiatt egy rizikó van rajtad akkor, hogyha ezt a bizalmat esetleg elveszíted, vagy nem is tudod megnyerni. És a bizalom elnyerésének egy nagyon fontos mozzanata az az, hogy az ember biztonságos terméket csináljon. És hát ahogy kedves kollégánk itt mondta, az ember, hogyha nincs rá más lehetősége, akkor hajlandó jót is csinálni. Hogyha kellő szabályozás van, akkor vagy létezik, akkor az embereket rá lehet arra bírni, hogy helyes dolgot csinálják. De ez nagyon sokszor nem etika módján kell erről beszélni, hanem inkább az, hogy ez egy rizikó, ez egy tényleges üzleti rizikó, és ami tényleg ez így is van, és akkor jobban odafigyelnek a cégek. Mert van is egy mondás, hogy online körökben, hogyha egy termék ingyenes, akkor te vagy a termék. Ugye, mert akkor a te információdat szedik össze, a te preferenciáidat gyűjtik be, és az alapján fognak utána valamit csinálni. Tehát te vagy a termék. Igen, és sőt, ezt még kiegészíteném azzal a másik mondással, hogyha a pókerasztalnál nem tudod, hogy ki a balek, akkor te vagy az. És legtöbbször ugye az ember ezt érzi, amikor egy olyan környezetben van, amikor hirtelen nem tudja, hogy mi történik online környezetben, akár egy vásárlásnál, akárhol. Szóval nagyon-nagyon résen kell lenni. És én örülök neki, hogy olyan optimista vagy, hogy a cégek ezt rizikónak fogják fel, és remélem, hogy fel is fogják valóban, mint ahogy azt is például felfogták, hogyha az ESG szabályoknak vagy ESG szabályoknak nem tesznek eleget, vagy a klímavédelmi előírásokat nem úgy csinálják, ahogy kell, akkor egy bizonyos generációtól kezdve gyakorlatilag nincsen vásárlójuk, tehát elpárolognak. Ez látszik egyébként? Ez a típusú tudatosság a fogyasztókban? Vagy ez még azért csak kezdődik? Inkább csak kezdődik. De igen, ezek jó példák, amit mondtál az ESG-vel kapcsolatban, ott is, ha nem csinálják, akkor a cégnek az értéke fog ez alatt szenvedni. Tehát financiális oldalon is megjelennek ezek, mint rizikók. És hát ez, beszéltünk arról is, hogy a tréning, az oktatás nagyon fontos. Ez egy része annak, hogy mindig mondani az embereknek, hogy ezek a dolgok hogy függenek össze, és kell idő ahhoz, hogy az emberek megváltoztassák a véleményüket, hogy megtanulják ezt az új dolgot. És emiatt nagyon fontos az is, hogy hogyan kommunikálunk a mesterséges intelligenciáról, mert vannak ezek az ilyen Skynet szenáriók, hogy meg Terminátor. Hát a Terminátor ugye ezzel riaszgatnak mindenkit, igen, hogy életre fog kelni, hogy öntudatra kell, és onnantól kezdve kiírtja az emberiséget. Igen, és pontosan ezekkel az ilyen generative AI vagy rendszerekkel kapcsolatban eléggé érdekes message-ek vannak kint, és nem igazán az, aminek lennie kéne. Hát ugye pont erre utaltam, hogy az úgynevezett generatív mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek azért szeretik, hogyha pörög a legújabb modell, a legújabb fejlesztés, és hogyha egy kicsit ijeszgetünk embereket, akkor lehet, hogy jobban oda fognak figyelni. Tehát ugye azért, mert messze vagyunk attól, hogy egy öntudatra ébredő rendszer legyen. Hát, nagyon, nagyon messze. Én erre azt mondom, hogy ugye az embertől kell félni. Egyelőre ezek a rendszerek nincsenek olyan szinten. Tényleg borzasztó gyorsan fejlődnek, sőt, ha őszinték akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy jelen pillanatban a mi informatikai infrastruktúrán futtatjuk az AI-t, az picit olyan, mint a gyerekkorom fantasztikus filmje, a Pierce Pilot, ahogy a vasaló repült űrhajóként az égbe. Tehát most vasalón fut az AI, mert olyan számítógépeken fut, ami még nem erre terveztek.
olyan kártyákon fut, amit videójátékra terveztek, vagy kriptóra módosítottak. Majd ha kijönnek azok a gépek, amit már AI-ra terveztek, akkor sokkal gyorsabb lesz. És még akkor sem ez lesz a fő probléma. Fő probléma az az, hogy az embert kell kordában tartani, fókuszálni, hogy ezt mire fejlesztjük, csináljuk jól a dolgunkat, készüljünk fel rá, hogy jól csináljuk a dolgunkat. Ezeket a hollywoodi dolgokat, én azt gondolom, hogy gyerekkoromban, amikor a Benedekelek 77 magyar népmeséjéből meséltek, az tanított nekem valamit. A Terminátor az lehet, hogy szórakoztat, de az nem tanít semmit. Tehát, és ugyanez, ezt a kiberbiztonságban is rengetegszer látunk annyi hülyeséget, amikor hogy kell kitalálni jelszavakat, meg minden. Tehát ezek szórakoztató ipari termékek, nincsen köze a valósághoz, vagy nagy ritkán van köze a valósághoz. Ha valakit érdekel, utána lehet nézni, mert tényleg rengeteg, sajnos rengeteg olyan dolog van a neten elérhető. Tényleg, hogy kell betörni egy rendszerben, nem javaslom, hogy ezt kutassák, de a valóság nem az, amit Hollywood megfilmesít, az inkább egy dramaturgia. Nekünk embereknek a kihívás egyszerre két dolog, hogy egyszerre innováljunk is, és korlátos célokat kiszabva arra törekedjünk, hogy azokat a célokat nagyon jól érjük el. Mesterséges intelligenciában ez kifejezetten fontos. Igen, tehát itt két dolgot járunk körbe. Az egyik az oktatás és az edukáció, hogy mindenki megértse, hogy egyáltalán milyen rendszerekkel van dolga, és hogy milyen jogai vannak neki ezzel kapcsolatban. A másik pedig az, hogy akik ilyen rendszereket fejlesztenek, ők betartsák a megfelelő szabályokat, és itt a transzparencia talán úgy értendő, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mit fejlesztenek, és hogy milyen módon, és hogy milyen célra. Viszont ugye azt mondta a konferencián a Tiles György, hogy büszkék lehetünk arra, hogy az értékeink alapján akarunk szabályokat alkotni, és azokat be is akarjuk tartatni. Erre azonban az egyes tagállamoknak a politikai támogatására is szükség van, hogy ez pusztán egy ilyen leírt mondatnál, vagy egy ilyen kijelentésnél több legyen. Tehát, hogy mennyire látjátok az Európai Unión belül azt, hogy van egy ilyen összefogás és komoly szándék arra, hogy ez tényleg most egy olyan dolog legyen, ami az állampolgárok ért, és az ő védelmükben van. Politikai szinten? Tehát, igen, politikai, szakpolitikai, vagy egy ország szinten van-e összefogás, Európai Uniós összefogás? Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten van, de én visszatennék egy másik kérdést. Ugye most már, hogyha rámész egy oldalra, akkor kiírják azt, hogy ilyen meg ilyen sütiket kell elfogadnod, az adatoddal ezt meg ezt csináljuk, esetleg összehozzuk egy másik adatbázissal, vagy tovább feldolgozzuk, de azt nem mondják, hogy mit csinálnak vele. Az emberek 99%-nak fogalma sincs arra, hogy a háttér mi történik, mindenki ráklikkel arra, hogy oké, mehet tovább. Általában úgy is mondjuk, hogy megcsinálva ezek a dolgok, hogy zölddel azt nyomod rá, hogy mindent elfogadsz, a kis szürke gomb pedig azt mondja neked, hogy jó, akkor átmegyünk egy másik menübe, ott szépen végigmész meg 100 másik kérdése, mindenki kapcsolja azt manuálisan, és akkor utána nem adod ki az információdat. Most azra a pontra akarok kiakadni, hogy gyakorlatilag még a szakemberek, akik ebbe dolgoznak, akik ebbe kutatnak, azok sincsenek teljesen tisztában az, hogy az információkkal, amiket te kiadsz, amikor egy ilyen oldalra rámész, akkor mi történik. Most nemrég írtunk egy cikket arról, hogy gyakorlatilag, hogyha van egy anonimizált adatod valakiről, tehát mit tudom, én tudom azt, hogy kik inged van, de azt nem adom az adatbázisba hozzá, hogy az a te ingedre. Hogyha ezt összehozom utána egy másik adatbázisra, tehát összefésülök két adatbázist, és ezt nekem megmondják ugye ott a kisbetűsben, hogy lehet, hogy össze fogjuk fésülni mással, akkor én hirtelen tudom de-anonimizálni ezt az információt. Tehát hirtelen én azt hiszem, hogy te nem tudod, de valójában már tudod azt, hogy ez te inged a, vagy bocsánat, hogy valaki más tudja azt, hogy te inged a kik ing. Érted? Tehát még akkor is, hogyha ezek a szabályozások megvannak, és jó háttere van, jó szándékkal csinálják, ez nagyon nehéz lesz, mert egyszerűen az embereknek nincsen meg a szakmai tudása, nincsen meg a hozzáértés, és nem csak az átlagembernek, hanem a szakembernek sincsen meg. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ezt hogy lehetne regulálni, hogy lehetne szabályozni.
Én talán tudok egy érdekes példát mondani erre, hogyha belegondolok, hogy miből is áll jelen pillanatban az európai szabályozás. Európai szabályozás nagyon egyszerűen levetítve azt mondja, hogy 4 rétege van a mesterséges intelligencia használatának kockázatban. Van a minimális vagy zérus kockázat, van az alacsony kockázat, a magas kockázat, meg a tetején. Ezt nem szabad csinálni kockázat. És kijön egy olyan probléma, hogy valaki egy mesterséges intelligenciát, egy betanított mesterséges intelligencia motort föltölt, például Facebookról kinyert adatokkal, ahol Facebook usereknek a like-ja alapján ma egyébként nagyon-nagyon nagy pontossága meg lehet mondani a politikai asszociációját. Tehát egy puszta Facebookból meg lehet mondani, hogy a következő választáson kimegy, csak ez beleesik a tetejébe, hogy erre tilos mesterséges intelligenciát alkalmazni. A szabályozás célja az az, hogy ezeket meghatározza. Ugyanúgy, mint Európában nem szabad azt csinálni, mint Kínában, hogy ilyen állampolgár pontozó rendszert vezessünk be, arcfelismerés alapján. Ez a társadalmi rang létre, ugye a pontok alapján. Ami... Ez van a szabályozás tetején, és akkor vannak a nagy kockázatú rendszerek, hogy na hát az autó dönts el, hogy akkor kitüt el, sapkád van, vagy nincs sapkád, ez egy kicsit új verziója a régi viccnek, ugye, ha sapkád van, azért ütlek el, ha nincs, akkor azért ütlek el, de legalább nem tudod, hogy milyen algoritmus fut bennem. És van a legalacsonyabb szint az, hogy egy ajánló rendszer, például milyen hirdetés dob be neked, vagy milyen következő videót dob be neked, azzal ma még nem foglalkoznak, vagy nem minősítik társadalmilag károsnak. Lehet, hogy ez is eljut egy szinten, mert azt mondják, hogy a véleménybuborékok kiküszöbölése ezt már a magas kockázati szintbe teszi, és inkább ne legyenek véleménybuborékok, főleg ne hamis vagy hamisított hírekkel, és azt vegyük ki. De az a célkitűzés, hogy elhelyezze a különféle alkalmazást a tiltottba és a kockázatszinti besorolásba, az szerintem egy nagyon-nagyon jó, hogy mondjam, komfortérzést tud adni, hogy a szándék már megvan. Igen, és a szándék az megvan arra szerintem is az összetartásra. Az, hogy mennyire fogunk konszenzust találni, ez pláne a standardizációban most jelenleg egy nehéz kérdés, tehát nagyon sok harc van standardizáció community-n belül ezzel kapcsolatban, de ez valójában azt hiszem, hogy normális, és talán még egy szükséges is folyam ebben a konszenzus építési folyamatban. A másik, amit még akartam erre reagálni, hogy ez egy dolog, hogy mit írunk le egy törvényben. Melyik azt a példát hoztad, hogy véleményt gyakorlatilag... Hát egy lájkból, ugye több lájkból összefésülve ezt fel lehet használni akár politikai választás nyerési célokra is. Na most, ez ugyan meg van tiltva az EU-n belül, de hogyha ezt valaki csinálja, azt hogyan fogjuk felfedezni egyáltalán? A végrehajtásra akarok kiukadni. Igen. Tehát, hogy amikor a törvényhozó hoz egy törvényt, akkor nagyon fontos beszélni a technikai emberekkel, hogy meg tudjuk azt nézni, hogy ez a törvény ez valójában végrehajtható lesz-e, vagy nem. Mert a legtöbb esetben teljes végrehajtás az lehetetlen, abszolút lehetetlen, tehát mindig van valamennyi százalék, amit nem is fedezünk fel, és nem is tudunk végrehajtani. Úgyhogy ez egy másik kérdés, amivel az emberek nem annyira, vagy nem annyira szembetűnő talán, de ez egy nagy probléma. Viszont az is egy fontos része a jelenlegi szabályozásnak, hogy ez nem egy EU szabályzásról beszélünk, ami nem a földrajzi Európán belül, hanem az Európában keletkezett adatokra vonatkozik. Tehát én attól még, hogy az előbbi tiltott dolgot mondjuk a tengeren túlon, vagy a Kajmán-szigeteken futtatom le, az még ugyanúgy tiltott dolog lesz. Tehát, hogy azért szép lassan haladunk odáig, hogy a szabályzás megérti a természetét a kibertérnek, hogy ez nem igazából ér véget nemzeti határokkal, és akkor nem földrajzilag definiáljuk, hanem adattulajdonos szempontból,
adattulajdonos, adatkezelő, sok minden van, akitől származtatjuk ezt. Tehát én azt mondanám, hogy ezek a szabályzások, és ebben maximálisan egyetértünk, hogy a végrehajthatóság szempontjából egyik fontos dolog nézhetőek, tehát a végrehajthatóság szempontjából. Másik szempontból ezek a szabályzások nem egy fixált világképet jelentenek, hanem ez folyamatosan fejlődni fog, tehát hogy szokjunk hozzá, hogy lesz 2.0, 3.0, 4.0, ahogy finomodik a világ ebben. Most ugye az adatokról beszélgetünk, illetve hogy ez milyen adatokon tanítják be ezeket a rendszereket, és hogy mennyire etikus és mire felhasználni ezeket. Az egyik legfontosabb, vagy legégetőbb kérdés az, hogy mi van a 18 év alattiaknak az adatállományával, és ezekkel mi lesz. Egyébként erről volt szó a konferencián, tehát hogy a Humans in Charge konferencia a mesterséges intelligencia és a következő generáció kapcsolódásával is foglalkozott. Ugye a fiatal generáció felkészítéséről és a védelméről tartott egy előadást Mária Szente, a Cambridge Egyetem tudományos főmunkatársa. Készült egy rövid interjú a témában vele, ebből egy részletet nézzünk most meg hallgassunk meg. Az optimizmusom az Egyesült Királyság egyik főszabályozója az Ofcom által közzétett bejelentésből fakad. Arra következtetésre jutottak, hogy Angliában a 13 és 18 év közötti fiatalok körében a legelfogadottabb a mesterséges intelligencia. 70%-uk már kísérletezik is vele. Úgy vélem, több kutatásra van szükségünk, hogy lássuk, hány fiatal használja a generatív mesterséges intelligenciát, és milyen kontextusokban alkalmazzák. De térve az optimizmusom okára, a jelentés egy szabályozói szervtől származik, és egy másik jelentés is alátámasztja, hogy sokat kísérleteznek a mesterséges intelligenciával. A gyerekek tulajdonképpen megváltásként élik meg a mesterséges intelligenciát, hiszen segít a házi feladatban. Ki ne szeretne inkább többet játszani és kevesebb időt tölteni a kötelező feladatok megírásával? Persze, sok a kockázat, de ami talán legszembetűnőbb, az a túlságosan nagyfokú függőség. Előadásomban is említettem, hogy támogatnunk kell gyermekeink kritikus gondolkodásának fejlődését. A készen kapott válaszokra való túlzott támaszkodás azonban azzal jár, hogy a gyermekek kevesebb erőfeszítést tesznek az érvelés és a kritikai gondolkodás fejlesztésére. Ezért fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt ezen eszközök megfelelő használatában. Ugyanakkor szülőként, tanárként és pedagógusként gondolnunk kell arra, hogy hogyan használhatjuk a legjobban az EMI-t, úgy, hogy továbbra is a készségeket táplálja, ahelyett, hogy kész válaszokat adna. Ez nagyjából a gyors étterem és a gyerekeknek főzött finom ételek analógiája. Legfontosabb talán az, hogy teret adjunk a gyerekek kísérletezésének, és mi magunk is kísérletezzünk velük. Szerintem ez egy nagyon kihasználatlan lehetőség a felnőttek számára, hogy pontosan megértsék, miről is szól a mesterséges intelligencia, és hogy első kézből lássák a lehetőségeket. Fontos az is, hogy lássák, milyen kreatív módokon tudja az EMI támogatni a fiatalokat. Az előadásomon is megkérdeztem a közönséget, hogy a szülők közül hányan engedik gyermekeiknek a generatív mesterséges intelligencia használatát. Valószínűleg ön is látott néhány kezet a levegőben. Itt a lehetőség, hogy a szülők közelebb kerüljenek a gyermekeikhez és együtt játszanak. A mesterséges intelligenciára úgy kell tekinteni, mint egy új eszközre, amivel játszhatunk. Ebben a folyamatban természetesen szülőként, felnőttként többet fog tanulni, nem csak a mesterséges intelligencia lehetséges alkalmazásairól, hanem a korlátairól és a kockázatairól is. Szerintem ez a legjobb dolog, amit jelenleg tehetünk. Természetesen még sokat tennivaló, de első lépésként menjenek és kísérletezzenek a gyermekeikkel, és nézzék meg, mi sül ki belőle. Hát ebben az interjú részletben elég sok fontos dolog elhangzott, de szerintem nagyon jó hasonlatot mondott Mária Szente arról, hogy pontosan olyan ez a helyzet a mesterséges intelligenciával, generatív modellekkel és gyerekvédelemmel, mint a különböző egészségtelen ételekkel kapcsolatban. A chipsek és a gyorsételek világában élünk. Ugye erre is vannak különböző szabályozások, különböző hatóságok által, de szerintem ezen nagyjából túl van minden szülő, hogy ezt megpróbálta, és reméljük sikerrel elmagyarázta a gyerekeinek, hogy hát néha kevesebb több, illetve hogy mennyire károsak lehetnek ezek a dolgok. Te egyébként
Szülőként mit gondoltok erről, hogy hogyan lehet felkészíteni a gyerekeket arra a világra, amikor minden nap futunk bele olyan biztonsági problémákba, ami csalásokkal kapcsolatos, ahol a pénzünket akarják, az a magánéletünket, a magánszféránkat akarják, és ezt gyermeki hát fejjel megélni talán még nehezebb. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz kérdés, és ez egy többsíkú kérdés. Tehát először is ugye mesterséges intelligenciáról 2 évvel ezelőtt szerintem sokan nem hallottak. Aztán jött a ChatGPT, jöttek ezek a large language modellek, amik hirtelen berobbantak a közvilágba, mindenki elérhetővé vált nekik, és tudták ezt használni. Ekkor kezdték az emberek ezt tudatosan felfogni, hogy ilyen van, és ezt tudom használni házi feladat megírására, levél megírására, stb. Tehát 2 évvel ezelőttig gyakorlatilag nem is volt köztudottban, hogy ilyenek vannak, és ilyeneket tudnak csinálni. Most hirtelen ez itt van, ott kezdjük az oktatásban, mit csinálnak a tanárok. Ugye a tanároknak is kellene valamilyen szinten egy alaptudás ezzel kapcsolatban, egy oktatás, hogy ők is tudják ezt továbbadni a gyerekeknek. Ugye ez igaz a szülőkre is. Kinek van ideje ennek után nézni? Ki oktatja őket? Például nálunk az egyetemen, ugye mi egyetemen oktatunk, 2 évbe tellett, mire szép lassan lépést tudtunk tartani, vagy fel tudtunk zárkozni ahhoz, hogy úristen, a diákok a vizsgákat ezzel írják meg, vagy a házi feladatokat, mit tudunk csinálni, hogy csináljuk. A tény az, hogy ez itt van, és nem fog már elmenni, tehát örökre itt lesz. Mindig fogják tudni használni ezt az emberek, tehát oktatni kell őket valamilyen szinten. Otthon, mint család, mint szülők, próbálsz beszélni a gyerekkel, próbáld neki megmutatni azt, hogy ez hogy működik, mit tud csinálni. De neked is értened kell hozzá, pontosan. És ez a nehéz kihívás szerintem. És nagyon sok helyen, legalábbis a mi baráti körünkben is sokszor azt látom, hogy a gyerekek le vannak rakva a display elé, és akkor csináltok, amit akartok, mert nekem más dolgom van. Ez így nem működik. Tehát így, igen, persze maguktól rájönnek, hogy hú, tudom ezt használni, tudom azt használni, de nem látják a veszélyeket, nem látják a problémákat, nem tudják rendesen kezelni, az én véleményem. Igen, ezzel abszolút egyetértek, és néha van olyan, hogy a szülő kezdi látni, hogy valahogy a gyerek kicsit furcsán viselkedik, és ilyen apró elváltozások vannak a viselkedésében, és úgy érzi, hogy ez valahogy nem jó, de nem tudja pontosan, hogy miért, vagy nincs ideje rá, hogy foglalkozzon vele. Ez egy szerintem most alulértékelt probléma, és még csak most kezd a társadalom úgy felébredni, és látni, hogy itt valószínűleg valami nagyon komoly problémával állunk szemben, ami a társadalmi interakciókat alapjába véve meg fogja változtatni, és már el is kezdte megváltoztatni. Fiatalabb generációknál ez már abszolút látható. Én azt gondolom, hogy ugye itt egy picit ilyen evolúciós folyamatot is meg kell nézni. Tehát hozok egy történelmi hasonlatot. 100 évvel ezelőtt nagyszüleink vagy dédnagyszüleink azt mondták, igaz, mert megírta az újság. 50 évvel ezelőtt a nagyszüleink, igaz, mert bemondta a rádió. 25 évvel ezelőtt a szüleink, igaz, mert bemondta a tévé. Mi azt mondjuk, hogy így van, mert a Google ezt válaszolja. A gyerekeink meg azt fogják mondani, hogy ha AI ezt mondta, akkor ez így van. Tehát, hogy a minta megvan, semmi nem változott. A kérdés az, hogy amikor a tévében mondta, amikor a Google megmondta, én láttam azokat a póló feliratokat, nem fogom szó szerint fordítani, de tudod, mit csinálja a Google-lal, inkább kérdezz engem. Tehát, hogy meg kell tanítani ezt a kritikus megközelítést a világnak, és ehhez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük az új eszköz miben létét. Hogyha megnézzük, ugye ma mi a gyerekekkel mit csinálunk, elküldjük iskolába, tanítjuk őket. Van egy tananyag, amit letöltünk, van egy tesztanyag, amivel leteszteljük őket. Meglepő, de ugyanezt csináljuk az AI-jal is. Van egy betanító modell, meg egy tesztelő modell, és a gyerekek azt fogják tapasztalni, hogy ebben a versenyben a mesterséges intelligencia minden fordulóban megveri őket. Mert gyorsabban többet tud megtanulni. Ugye meg kell tanulni, hogy akkor mit tanítsunk. A felnőttek közben mivel foglalkoznak? A fene vigye el, az AI megírja a gyerekemnek az olvasónaplóját, de nekem nem mosogat el. Tehát, hogy nem ezeket a problémákat kell kezelni, hanem nekem, mint szülőnek ezt meg kell értenem, hogy utána
az egész közeg a gyerek kezébe, és együtt, azt hiszem ennek a videónak az volt az üzenete, hogy üljön a szülő oda mellé, és ne csodálkozzon azon, hogy milyen zseniális gyermeke van, aki még ehhez is ért, mert őszintén megmondjuk, az összes gyerek ért ehhez, és valószínűleg 10 szülőből egy, hanem próbáljunk egy kicsit velük együtt futni a pályán, és megtapasztalni. Még egy... Igen, tehát, hogy experimentáljunk együtt, de kontrolláljuk a gyerekeket. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ők nem tudják magukat kontrollálni, ők nem tudják abba hagyni ezt a játékot, vagy experimentációt, és ott a felnőtt az egy nagyon fontos szerepet tölt be. Még egy kérdés a végére, ami érdekes, és talán visszavisz a legelejére, amikor elkezdtünk beszélni az AI rendszerek kapcsán az igazságosságról. A konferencián az utolsó panel egyik vendége Alessio Pecorario, vatikáni tisztviselő volt, aki kiberbiztonsági és új technológia szakértő. Már önmagában szerintem ez megér egy mondatot, hogy ezzel egy misét, hogy a Vatikán ezzel foglalkozik. Szóval, hogy ugye, és elmondta, hogy személyesen Ferenc pápa is rendszeresen foglalkozik AI kérdésekkel, és hogy nagyon fontos az, hogy ez az egész, ez a közjóra használható-e. És valami ilyesmit kérdeztem én is az elején, hogy tudunk-e ebben az új világban, ahol alapvetően most a dalt a cégek, nagy cégek fújják, tudunk-e olyan, hát hogy is mondjam, ökoszisztémát teremteni, ahol az állampolgároknak, a köznek ugyanolyan jó, mint ezeknek a cégeknek vajon? Én szívesen elmondom a saját képemet, én dolgozom együtt Alessióval bizonyos projekteken. Úgyhogy el kell először is mondani, hogy a Szentszéknek egy nagyon-nagyon progresszív hozzáállása van ehhez a témához, és egy küldetéstudata is. Azon kívül, hogy megértse azt, hogy most ez vallás szempontjából micsoda ez vagy. Ugye emberek úgy néznek rá, hogy kicsoda, mert intelligencia, ez még nem egy eltöntött kérdés, hogy kicsoda, micsoda, mindenféle nézetek vannak, de a vallás számára fontos, hogy eldöntsük, hogy akkor ez most itt van, akkor ezzel mit kezdünk. Viszont ez egy érdekes tudományos kíváncsiság, és mondhatom, hogy teológiai kíváncsiság is, de emellett van egy nagyon fontos másik aspektusa. És ez visszamegy a legelső kérdéshez, hogy ez most nekünk a csodálatos jövő, vagy a végzete lesz az emberiségnek. Ez pedig az, hogy igazából a mesterséges intelligencia világá, az nincsenek parciális érdekek, hogy nemzeti, vagy állami, vagy ilyen érdekek. Tehát ide kell egy globális nézet. És én nem a globalizmus, nem a kereskedelmi globalizmusra gondolok, hanem a humanitásnak a globális megjelenítése. És ez a küldetéstudat a Szentszéknél megvan abban, hogy ők igenis minden hívő nevében próbálják ezt olyan szinten mederben tartani, ahol a moralitás, az etika és egyéb ilyen nagyon, mondjuk azt, hogy nagyívű szavak tartalommal teljenek meg, és egy igenis progresszív megközelítésbe, hogy tudja ez az emberiséget szolgálni és egy eszköz lenni hosszú távon az emberiség létében. Úgyhogy ők nagyon komoly munkát végeznek ebben. Ha el tudjuk érni az inkluziót, tehát hogy mindenki, minden marginalizált csoport, kisebbség, a legkisebb gyerek Afrikában, ahol eddig nem jut hozzá ilyesmihez, vagy olyan helyeken, ahol nincsen infrastruktúra, de mégis hozzáfér a mesterséges intelligenciához, akkor jó úton járnánk, vagy tudnánk járni. De ez valószínűleg a részben a nagy cégeknek a kérdést azon meg kell feltenni, hogy hajlandók-e ilyen irányba elmenni, hajlandók-e nyereségből leadni arra az érdekre, arra, hogy ilyen helyekre is elkerül a mesterséges intelligencia. Arra jó dolgokra lehetne használni. Ugye olyan helyeken, ahol nincsenek iskolák, valahol teljesen vadonban, hirtelen a gyerekek tudnának
tanulni, mert a mesterséges intelligencia tanítja őket online, vagy orvosi ellátás, vagy első diagnózisokat, kezeléseket, ilyeneket kezdeni, ez jó lenne, de hát ez ugye mind inkluzió, és ez mind arról szól, hogy a nagy nyereségből egy kicsit vissza kell adni, és a társadalmat visszafektetni. És ez egy érdekes kontraszt számomra. Nagyon jónak tartom, hogy a Szent Szék ebbe az irányba ennyire aktívan próbál tenni valamit az ügy érdekében, mert a jog viszont egy teljesen nacionális logika alapján működik legtöbbször, vagy alapvetően. És ez pontosan az ilyen technológiai kérdésekben egy nagyon fontos ilyen probléma gyakorlatilag, ami az ilyen globális megoldásokat nehezebbé teszi, szóval kíváncsi vagyok, pedig igazából, ugye, hogyha nézzük az egésznek a hajtóerejét, tehát azért meg lehet nézni, hogy Amerika első az innovációban, Kína első az alkalmazásában, tehát lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy rossz célra, most ez egy értékrendi kérdés, hogy mi hogy ítéljük meg, sok más célra is alkalmazzák, és néha azt mondjuk, hogy mindannyian kedvezményezett vagyunk annak, hogy ők a saját polgáraikon alkalmaznak egy olyan dolgot, amit itt nem lehetne fejleszteni. Ez segít. Európa első a szabályzásban, tehát ökoszisztémára kérdeztél rá, és igazából, hogyha jól megnézzük ezeket a globális funkciókat, akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát Európának most a szabályzás dobta a gép, de ez pont azért működik, mert nemzeti államok szintjén még mi sem tudnánk leszabályozni, viszont közösségi szinten már lehet olyan erőforrásokat rátenni, akik érdemben, mélységében és szélességében is átgondolják a problémát, és erre tudnak magas szintű választ adni. Tehát remény az még nem veszett el. Hát szerintem ez jó végszó, és akkor folytassuk majd ezzel ezt a beszélgetést. Az etika és a gyermekvédelem, ez kiemelten fontos szerintem, ez kiderült a bejátszásból is, és a konferencián is sok szó esett erről, és az NMHH is foglalkozik ezzel, kiemeltem. Úgyhogy ezeknek a szabályozása és ennek a szabályozásnak a kérdésköre, illetve maga az edukáció és az oktatás. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos további része a digitális kornak, amiben élünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok, elmondtátok véleményeteket, tapasztalataitokat. Köszönjük. Köszönjük. Ez az NMHH podcastje, a Digitális Mindennapokért, annak is az első évadának, a mesterséges intelligenciával foglalkozó első évadnak a külön kiadása volt, mert hogy a Humans in Charge 2024 konferencia miatt foglalkoztunk kiemelten az etika és a szabályozás kérdésével. Köszönöm szépen a figyelmet!